Jó estét kívánok, köszöntöm az esti mérleg nézőit, jó hírről számolhatunk be. Hamarosan, közel két héten belül véget ér a Távirda utca felújítása, de az útfelújítási munkák ezzel nem érnek véget itt Székesfehérváron. Erről lesz szó a következő percekben. Még tavaly július végén kezdődött el a Távirda utca teljes felújítása. A munkálatok megkezdésekor még így festett a város népszerű bevásárló utcája. Decemberben pedig már autóval és gyalogosan is lehetett közlekedni rajta. Sokaknak olyan hosszú időnek tűnt az elmúlt néhány hónap, hogy viccesen át is keresztelték Tóvirda utcává. Erről egy mókás kép is készült. Jelenleg pedig a régi járdát törik fel a szakemberek, hogy a helyére új térköves burkolat kerülhessen. A Távirdán már csak kisebb munkák vannak hátra, jövő hét végére teljes egészében elkészül a fejlesztés. Biztonságosabb, egészségesebb közművek állnak rendelkezésükre, hiszen 60-tól 100 éves életkorú vezetékek cserére került sor. Ez volt a munkának egyébként a nagyobbik része, de ez nyilván betemetésre került. És ez nagyon fontos, hogy az útpálya, ami nagyon rossz állapotban volt, és ennek a megújítása is megtörtént. Felnyitva az útburkolatot látták a szakemberek, hogy valóban nagyon rossz állapotok voltak már a földben, úgyhogy mindenképpen szükséges volt ennek az útnak, utcának a felújítása, nem elfelejtve, az itteni kereskedőknek köszönhetően itt egy élénk kereskedelmi élet alakult ki az elmúlt évtizedekben, és azt gondolom, hogy ehhez is méltó körülményeket kellett itt varázsolni. Így döntöttük azt el, hogy ennek az útnak a felújítására szükség van. Ugye több mint 270 millió forintból újult meg a Távirda utca. Ebbe természetesen nagy arányú közműfejlesztést is bele kell érteni, illetve a csapadékelvezetést, és természetesen az útburkolat patkáknak a átalakítását, kialakítását, megújítását is. Ebből több mint 160 millió forintos Európai Uniós forrásból megvalósult rész van, és a fennmaradó rész, tehát az is azért 100 millió forintos nagyságrend, azt az önkormányzat biztosította. De azt gondolom, hogy az uniós forrásnak köszönhetően, és a városi forrásnak köszönhetően tényleg egy nagyon szép út lett a megújult Távirda utca. Én ezúton is szeretnék megköszönni az itt élőknek a türelmét, megértését, ugyanúgy, mint ahogy az üzletekkel rendelkezőknek, a kereskedőknek. Nyilván nem volt könnyű az időszak, egészen biztos, hogy az őszi időszak, illetve az adventi időszak az nem olyan volt, nem tudott olyan lenni, mint az elmúlt években, de én bízom benne, hogy most évtizedeken keresztül viszont egy megfelelő méltó körülményt sikerült kialakítani az itt élőknek az élet. A hétvégén január 13-án szombaton 10 órától délig minifesztiválra várják az érdeklődőket a Távirda utcába. Utcazene, jégszobrászat és különféle akciók színesítik majd a programot. A későbbiekben pedig tervezik, hogy több rendezvényhelyszíne lesz a Távirda. Az eredeti határidőnek megfelelően január végére el fog készülni a Távirda utca. Gyakorlatilag most már érdemben munkavégzés ott folyik, ahol éppen állunk. Itt még egy rövid járdaszakasz van, ami kifejezetten az ütemezésnek a legvégén kerül felújításra. Ennek egyébként a felújítása szintén megkezdődött. Ez körülbelül egy másfél-két héten belül szintén be fog fejeződni, és ezzel lezárul a teljes felújítási munka. És hát szeretnénk is ebből kifolyólag egy kis átadó ünnepséget adni, nyújtani részben, azt gondolom, az itt élők türelmét megköszönve, részben a kereskedőknek, üzlettulajdonosoknak a megértését megköszönve, illetve azt jelezve, hogy tényleg érdemes megnézni és eljönni és megnézni, hogy milyen is lett ez a Távirda utca. Úgyhogy most szombaton 10 órától 12 óráig egy kis fesztivált, egy kis mini rendezvényt szervezünk ide. Lesz egy jégszobrász, aki kicsit farsanggal összefüggésben fog itt jeget varázsolni, és abból nagyon szép szinte műalkotásokat készíteni. Szerintem ez mindenképpen izgalmas, főleg azért, mert fotózkodni is lehet majd ezzel összefüggésben, tehát érdemes megnézni, illetve utcazenére is sor kerül ezen a szombaton, és a kereskedők pedig azt jelezték, hogy komoly árkedvezményekkel várják a vevőket. Eleve azt szeretnénk, hogy ezt az utcát egy kicsit jobban bekapcsoljuk a közösségi életébe a belvárosnak, tehát nem csak most szombat délelőtt, hanem az év során két alkalommal is szeretnénk kifejezetten ide egy rendezvényt, fesztivált megálmodni és megszervezni. Szeretnénk egy Távirda fesztivált valamikor évközben. Itt a kereskedőktől kértük, hogy mondják meg, hogy ők milyen időszakot, inkább a tavasz-tavasz végét, vagy inkább a nyár-ősz fordulóját tartják ennek jónak, illetve szeretnénk az adventi karácsonyi vásárba is még inkább bekapcsolni a Távirda utcát. Ehhez a már idén egy kis diszkvilágítást
tudtunk produkálni, de ebben szeretnénk fejlődni. És ugye egy munkafázis maradt vissza a Távirda utcából, hogy egyszer a közvilágítást kell majd még megújítani. Ennek a alapvezetékezése egyébként most megtörtént. Ezt kell egy második ütemben befejezni, és akkor az egy igazi diszkivilágítást eredményezhetne az év szürke hétköznapjain is, és a karácsonyi vásárba pedig különösen megteremteni a Távirda utcában. A beruházás a Kégl-György utca felújításával folytatódik. A tervek szerint a tavasz folyamán ott is elkezdődik a munka, de további fejlesztésekre is lehet számítani a városrészben. Már döntés született róla, a szomszédos Kégl-György utca felújítása kezdődik meg talán március elején, a közbeszerzésre a következő két hétbe kerül sor. Ez nyilvánvalóan ehhez a Távirda felújításhoz fog kapcsolódni. A városrészben tovább, nagyon nagy munka lesz a Széchenyi út felújítása a Vörösmarty térrel együtt. Utána nagyon készülünk már a Prohászka felújítására, ahol szintén a vezetékek megújítása lesz a hatalmas nagy feladat, hiszen a szennyvizet átemelőkkel át kell vinni a föld alatt levő városi gerincrendszeren keresztül, és nyilvánvalóan ott is az útpálya megújításáról lesz szó. A belvárosból jövünk egyre kifele, hiszen a csapadékvíz és egyéb közművek megújításának így van értelme, hogyha van hova csatlakozni és tudunk tovább menni. Ezek a munkák ebben az évben elkészülnek? A Széchenyi mindenképpen, a Prohászkának az előkészítése történik meg, és talán egy-két helyen már a műszaki előkészítés is. A Kégl-György utca felújítása része a város útfelújítási parkolóépítési programjának, mint ahogy a Távirda utca is. Hasonlóak a közmű ellátottsági problémák, mint a Távirda utcában, ugyanúgy nagyon régi a vezetékrendszer, közműrendszer, ez ekkora forgalom mellett és egy ilyen frekventált helyén a városnak nem felvállalható a jövőben, tehát ezt szeretnénk megújítani, és a közbeszerzési eljárás már folyamatban van, szeretnénk tavasszal munkaterületet adni, és utána ez a munka is be fog fejeződni. Ezzel gyakorlatilag mind a két fontos belvároshoz közeli utca megújítása az meg fog történni. A Kégl-György utca felújítása hasonlóan, mint a Távirda részben, uniós részben, városi forrásokban valósul meg, közmű és útburkolat tekintetében is teljes felújítást fog hasonlóképpen eredményezni, és hát része annak a 2018-as útfelújítási parkolóépítési programnak is, ami elég jelentős forrásokkal tud majd megvalósulni. Ugye zajlik a költségvetés előkészítése, de mi úgy látjuk, hogy bőven 3 milliárd forint fölött lesz majd az az összeg, amit utakra, járdákra, parkolókra, közterületekre fog Székesfehérvár önkormányzata fordítani ebben az évben is. Egy-két nagyobb beruházást kiemelhetnénk, mondhatnánk ezekből? Az egyik legfontosabb, ami nem egy nagy beruházáshoz, hanem a város egészéhez kötődően azért több mint 2 milliárd forintot fog jelenteni, hogy minden városrészben lesz kisebb-nagyobb útjárda, parkolóépítés vagy éppen parkosítás. Én parkosításból mindenképpen kiemelném a Jávorottó teret, ami azt gondolom, hogy inkább park lesz a jövőben, mint tér. Jelentős zöld felület arány növeléssel, faültetéssel, ami úgy gondolom, hogy a belváros közvetlen környezetében mindenképpen sokok által támogatott. És útépítésekből meg akár a Vásárhelyi utat tudnám kiemelni részben, uniós részben saját forrásból, szóval teljesen saját forrásból szeretnénk folytatni a Pozsony út felújítását, vagy éppen a Fiskális út teljes közműcseréjével a elkészültét, illetve hát elkezdését, hogy ez el tud-e reményénk szerint igen idén kezdődni, ott még nyilván engedélyezési kérdések is vannak, de a pénzügyi források azok rendelkezésre fognak állni, de hát a Berényi út felújítása is folytatódni fog, illetve lesznek olyan közlekedéssel összefüggő felújítási munkák, amelyek pedig plusz sávokat fognak eredményezni, részben a Széchenyi út Horváth István kereszteződésbe. Hát aki arra szokott járni, az azt gondolja, hogy pontosan tudja, hogy miért szükséges. Ugyanúgy, mint a Mártirok útja esetében, ugye a Lili vonalában lesz egy plusz jobbra kanyarodó sáv, és máshol is egy-egy plusz sávval akár a balra kanyarodást, akár a jobbra kanyarodást szeretnénk elősegíteni, és ezáltal a közlekedési lámpák átállításával gyorsítani a közlekedési lehetőségeket. A Távirda utca esetében az autósok már tapasztalhatják, hogy több forgalmi változás is történt.
Gyakorlatilag egy nagyobb változás van, hogy nem az utca megszokott, csak jobb oldalán lehet várakozni, hanem hol a jobb, hol a bal oldalon. Sávelhúzásokkal lassítottuk a forgalmat, és a kialakuló szigeteknél majd kerékpártárolók lesznek elhelyezve, hiszen erre is volt igény, hogy a kerékpárosok el tudják hova tenni járműveiket. Másik változás még az, hogy itt, ahol állunk, az irodaház mögötti parkolóból a forgalmat a Rákóczi út irányába is ki fogjuk engedni, tehát a parkoló csatlakozása után lesz csak egy irányú a Távirda utca, addig az első szakasz két irányú lesz. Szó esett arról is, hogy ha a Távirda elkészül, akkor elkezdődik a Kék György utcának a felújítása is. Ott kell-e számítani az autósoknak változásra? Gyakorlatilag egy hasonló elven megépülő utca lesz, szélesednek minimálisan a járdák, amennyire lehet, és ott is váltakozó oldalon lehet majd parkolni, szintén sávelhúzásokkal lassítjuk a forgalmat. Miért fontos a forgalomlassítás? Többször volt reklamáció, nem is a csúcsidőkben, meg nem az üzletek nyitvatartása idejében, de csúcsidőn kívül esti órákban, hétvégeken, hogy sokszor nagy sebességgel közlekednek. Tehát részben ez volt az oka. Másrészt megnéztük azokat a lehetőséget, hogy lehet-e váltakozó oldalra tenni az árulakodást, mert itt fontos, hogy rakodóhelyeket is jelöltünk ki, hogy a nagyobb forgalmi üzletek előtt ez könnyebben megoldható legyen, és ne az úttesten keresztül kelljen minden esetben árut szállítani. Kedves nézőink, ez volt már az Esti Mérleg. Én köszönöm megtisztelő figyelmüket, hogyha tehetik, tartsanak velünk továbbra is. Viszontlátásra!